Szabó Csaba, Tolnamegye rendőr főkapitányának köszöntő beszéde után Sárközi János József, az Országos Roma Önkormányzat Tolnamegyei képviselője azt az együttműködést méltatta, ami a rendőrség és a roma önkormányzatok között kialakult az elmúlt években. A Tolnamegyei rendőr főkapitányságon belül működő területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoport számos programot tud maga mögött az egy évtizedes fennállása óta, mondta a szervezet roma ügyi kapcsolattartója. Minden évben rendeztünk úgynevezett tudományos konferenciát, ami valamilyen módon kapcsolódott vagy a rendőrség, vagy a cigányság, vagy a közös együtt dolgozás mentén. Aztán természetesen voltak érzékenyítő tréningjeink, mind a rendőrök felé, mind a roma vezetők felé. Nagyon sikeres a minden évben megrendezendő horgászversenyünk, akkor a gyermekeknek ki mit tudott rendeztünk most már több éven át. A konferencián felszólalt Vecsei Miklós, a miniszterelnök romaügyi főtanácsadója is, ő a jelenlét program fontosságát emelte ki. Ennek lényege, hogy a szociális munkások és az erre a célra kiképzett szakemberek hosszú hónapok alatt integrálódnak a legszegényebb közösségekbe, hogy aztán a magukkal hozott tudás és kapcsolatrendszer segítségével támogassák a rászorulókat. És azt gondoljuk, hogy minden egyes településnek más programot kell alkotnunk. Másképp fogunk építkezni, másképp fogunk munkaerőt teremteni, mások lesznek a lehetőségünk az oktatásban, van, ahol vannak még szakemberek, van, ahol nincsenek, van, ahol vannak üres házak, van, ahol nincsenek, van, ahol még a mezőgazdaság valamennyire működik, értenek az állattenyésztéshez. Tehát többnyire abból indulunk, ami van, és nem abból, ami nincs. A tervek szerint a jelenlét programban Tolnamegyében a területi kisebbségi munkacsoport is bekapcsolódik, hiszen ők már évtizedek óta tartják a legszegényebbekkel a kapcsolatot.